Furcsa. Mintha egy hollywoodi filmsztár rezidenciájának udvarára lépnék. De talán egy gárdonyi rajongónak szabad ilyesmit éreznie, annak ellenére, hogy itt aztán a fényűzésnek nyoma sincs. Hát, itt van ő. Kicsit talán máshogy képzeltem. Kezét csókolom. Nyitva van a kiállítás? Hogyne, jöjjön csak, fiatalember. Ha kifizeti a belépőt, adok magának egy szép brosúrát is. Hogyne. Tessék. Köszönöm. Nézzen csak körül. Itt mindent úgy talál, ahogy Gárdonyi Géza itt hagyta nekünk 1922-ben. Ne bántsa, hogy zavarom, de van egy talán furcsa kérdésem. Kérdezzen csak. Nem jut eszébe valami, ami ebben a házban Merkurhoz köthető? Te jó Isten! Maga is a Merkurról kérdez. Hogy más is kereste itt Merkurt? Igen, kereste, de nem találta, és sajnos már nem is fogja megtalálni. Jámbor Mihály úrra gondol? Ismeri? Azaz ismerte, mert szegény éppen ma halt meg. Igen, ismertem. Ma épp hozzá igyekeztem egy találkozóra, de már nem beszélhettünk. Ja, Istenem, milyen kellemes ember volt. Miska sokat kutatta a Gárdonyi életét. Na, nem olyan tudós formán, csak úgy kutatta. Vagyis hát inkább a saját családját kutatta, mert azt mondta a nagyapja, nagyon jól ismerte Gárdonyit. Tudom, mesélte nekem is. Szóval ő nem találta meg itt semmilyen nyomát Merkurnak. Nem, nem, nem. Azt mondta, Zsák utcába ért. Sajnos magát se tudom sok jóval kecsegtetni, talán csak ezt a számlát itt. Na, hova is tettem? Ez az. Itt van né. Ez az a számla. A háború előtt az egyik gárdonyi fiú néhány fölöslegesnek vélt csecsebecsét elkótyavetyélt Pesten valami kereskedőnél, valami Manónak hívták. Várjunk csak, na, hogy is? Ez az itt van. Hauser Manónak hívták, nem sokat kapott érte. Hát, ezt adtam oda Miskának is. Nem tudom, hogy tudott-e kezdeni vele valamit, mert aztán többet nem érdeklődött Merkurról. De mondja csak, fiatalember, elmondaná nekem, hogy mi ez a Merkur dolog? Tessék elhinni, én sem tudom. Jámbor Miska bácsi jegyzetei között találtam erre utaló információkat. Tudja, halála előtt azt kérte tőlem, hogy folytassam a kutatásokat, amit megkezdett. Talán rokonok? Nem, de vannak szálak, amik a múltban összekötik a családjainkat. Hát, fiatalember. Jonathan Hunt a nevem. Ó, fiam, hát én ezt ki se tudom mondani. Milyen neve van magának? Amerikai vagyok, de édesanyám magyar volt. Ő Johnnak szólított, szólítson maga is Johnnak. Ó, rendben, John, mint valami cowboy.
Én meg Iza néni vagyok. Már is úgy tekintek magára, mintha Miska fia volna. Köszönöm. Nagyon kedves, Iza néni. Halló, Juli? Jó napot, Jonathan! Ó, elnézést, hogy zavarom. Nagy segítséget szeretnék kérni magától. Miről lenne szó? A Gárdonyi házban azt az információt kaptam, hogy ugyan mindent igyekeztek megtartani, ami a lakáshoz tartozott, de a háború előtt Gárdonyi egyik fia néhány hasznavehetetlennek tűnő tárgyakat mégis eladott a gyűjteményből. Egy számla szerint egy budapesti kereskedő, bizonyos Hauser Manó vette meg a készletet. És most maga azt kívánja tőlem, hogy keressek fel egy pesti kereskedőt, aki lehet, hogy túl sem élte a második világháborút? Igen, olyasmit. Juli, nagyon fontos, hogy megtudjam, hogy egy bizonyos műtárgy létezik-e egyáltalán. Ha igen, már is utazom Budapestre. Mire nem képes engem rávenni, Jonathan? Persze, ha nagy nehézség... Nem, hagyja csak magának mindent. Cégünk profilja ezzel a szolgáltatással is bővül. Majd utána nézek, elkezdek telefonálgatni, és jelzem, hogyha jutottam valamire. De egész pontosan mire kíváncsi? A gyűjtemény egy része érdekli? Hát a gyűjtemény egészen is érdekes lehet, de én most konkrétan valamilyen Merkurhoz kapcsolódó dolgot keresek. Aha, a Merkur. Rendben. Nagyon köszönöm, Juli. Örökre lekötelez. Jaj, hát ezért kedvelem magát, Jonathan. Olyan szépeket tud mondani. Tudom, régi módi vagyok. Felejts el, majd hívom. Viszlát. Viszlát. Szoba. Szinte érintetlenül. Időutazom. Na csak. Gárdonyi Gézának igen széles érdeklődési köre volt. Thank you.
zene sosem volt erősségem. Könyvek mindenütt. Akár egy tudós szobájában is érezhetném magam. Változatos témakörök, vagy egy fél tucat nyelven írt szövegek, példás rend.
Még sosem láttam igazi cimbalmot. Régi masina. Billentyűit még maga Gárdonyi koptatta. Nocsak. Semmi kétség, egy újabb rejtjeles tábla. Valaki nagyon szerette a rejtvényeket, vagy valamiért egyszerűen szüksége volt arra, hogy sok mindent elrejtsen a világ elől.